Eszti mese, Havancsák Esztivel. Beszélgetős műsor zenész barátaimmal, ami a kulisszák mögött zajlik. Sztárpletykák, sztártitkok. Hallgass minket itt, a Trimedio Rádióban. Amigo! Visszavérem, ugyanincs, mint a férnem. Azt mondják vegán, csak most kezdem, nézd meg. Nézd meg! Visszavérem, ugyanincs, mint a férnem. Azt mondják vegán, de vissza szívem. Ja, gyere! Kaszinó kockati, meg lesztek lopva. Álljatok sorba, beleviszlek a rosszba. Aha, ez a jég nem a kocka. Szememmel szúrom, már libben a szoknya. Mert ez vagyok én, egy para fenomén. Meglátod a végén, ki lesz fenn a tetején. Nem úgy, mint az elején, mikor nevettek a trén. De most figyelj, haver, mert most jön a refrén. Csok! Visszavérem, ja, nincs, mint a férnem. Azt mondják végem, csak most kezdem, nézd meg. Visszavérem, ja, nincs mit a félnem. Azt mondják végem, de vissza szívem. Spray, yeah, görgök, görgök. A piákon már csörgök, még egy köret öltök. Mögöttem az ördög, bírom én a trét. Ezzel leszorom a lét, az életem a tét. Olyan, mint ha nem is lenne fék. Én a csajok között pakolom a zsét. És kérek még, tudod, soha nem elég. Mert ilyen ez a biznisz és messze a vég. A város még ébren, megyünk egész éjjel. Mögöttünk égjel, minden a térben. A pisztoly a kézben, szólj, hogyha készen. Találkozunk délben a téren. Miénk az éden, mert a serif érden. Együtt így négyen, állunk az élen. Most is úgy éppen, úszunk a pénzben. Nagyon úgy látszik, hogy nem hallunk éhen. Hey! Nunca se fueron para tu gol. Nunca se fueron para tu gol. Serif, itt a serif, mi a f***ban? Mindenki vár, hogy meg minden elmet raktam fel. De maradok lent, de soha nem maradok lent. Nem. Hogy hova? Csibó, Alpa Csino, mint a Migos lámpa. Piros bele melegedek, bilincs a kezeteken. Mindenki tudja a nevem, a régi telepemen. Látom, hogy nyújtátok a fejeteken. Kedves hallgatók, ez itt a Trimedio Rádió műsora, az Eszti Mese, én Havancsák Eszti vagyok, és hát ahogy kitalálhattátok, mert hogy biztos kitaláltátok, mert éjjel-nappal lesz szól a rádióból is, hogy ki a vendégem, a Valmár együttesből, Valkusz Milán. Szervusz Milán! Sziasztok! Hello! Nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél, és köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt az interjút. Igazán nincs mit, remélem, hogy nagyon egyedieket fogsz kérdezni, akkor egyedien fog válaszolni, és azt én is szeretem. Úgyhogy... Remélem. Figyelj, amikor először megláttalak titeket, és ez lenne az első kérdésem hozzád, mert hogy nem ismerjük személyesen egymást, hogy úristen, ki ez a srác? Jó, hát na, akkor fel is álltam, köszönöm. Nem hűlök, nem. Hát mármint most tőlem kérdezett, hogy úr is neked a srác. Tőled kérdezem, hogy ki ez a srác. Ja, hogy pontosan, röviden dióhéjban ki vagyok? Röviden dióhéjban. Hát jó, ez mondjuk egy tényleg viszonylag jó kérdés, mert bemutat, tehát mindig a jéghegy csúcsát látják szerintem az emberek, talán hogyha így ránk néznek a médián keresztül, vagy ilyesmi. Hát most jelenleg ki vagyok én? Fura, mert nem ilyen jelzőket használ az ember, és szerintem csomó rosszul fogalmaznak. Mondogatják, zenész vagyok, meg ilyenek szerintem nem. Zenész top hangszeren játszik. Én amúgy dalszerző, zeneszerzőnek mondanám magamat. Zenei producernek is, ami itthon azt jelenti, hogy zenét tudok írni. Ez külföldön azt is jelenteti, aki pénzzel egy produkciót, mert a producer szó azt is jelenti, de hogy zenei producer, dalszerző, mit tudom én, rapper, de hát az megint nem szerintem pontosan, mert azért nem vagyok egy nagy gangsta formáért, aki ott így nagyba nyomja a rappet, mint a nagy rapperekről a fogalom.
Szóval nem tudom, inkább pop előadó még, és akkor így nagyjából be is fejeztem a zenei részét. Tehát most magánéletben ki vagyok, stb., vagy nem tudom, az majd rákanyarodunk, ha úgy van. De hogy így mondjuk, aki most a zenével kapcsolatban így fogalmaznám meg magam szerintem. Említetted a szót, hogy producer. Magyarországon, illetve nekem ez furcsa volt, amikor először hallottam, hogy én producer vagyok, mondta valaki. Ez számomra azt jelentette, annó még régen tudatlan állapotom, igen, hogy pénzel egy produkciót. Igen, igen. De ahogy megtudtam, és javíts ki, ha nem így van, a producernek az a dolga, hogy segít más együtteseket is. Hát az a baj, kicsit hogy veled mi a helyzet, és akkor ezt szerettem volna kérdezni, igen, hogy te mentorálsz-e, vagy segítesz-e más csapatokat, más együtteseket, aha, esetleg a barátaidat, vagy van-e ilyen, ilyen munkád? Igen, hát én úgymond segítettem már több előadót is Magyarországon, most ha azt mondjuk, hogy zenét írtam nekik, mit tudom én, pénzért, vagy nem pénzért, vagy valami ilyen olyan úton, módon, de hogy igen, mint producer, tehát én igazából akkor a hagyományos fogalma is vagyok a producernek, aki mondjuk időzélesen valahogy pénzileg vagy támogat valakit valamilyen módon, és akkor mit tudom én, valamit szeretném learatni abból a részből. Na, tehát igen, akkor zenei producer is vagyok, és tényleg volt, hogy segítettem már, mint zenei producer, producerileg másokat. Igen, és ilyen is történt, tehát hogy több embernek írtam én a zenélapot már, Bruno Spak, Junior, Ele Juniornak volt, Csík Lacinak volt még, ki volt még? Úristen, nem is emlékszem, olyan rég volt. Még volt ez a szolnoki srác, a 666 Ghost, viszonylag újvonalú rapper, neki sokat segítettem. Abrahamnak még régen, amikor futott, most már nem csinálja nagyon a dolgát. Ez érdekes ez a régen, mert hogy szemtelenül fiatal vagy, de egyébként nem is tudom, a 20-as éveidben vagy, ugye? 26 vagyok jelenleg, de hogy mondjam? Ezt is megtudom. Hát most nem azért, de az utolsó egy év, ami egy éven belül kiesik múltba, az nekem már régen van. Tehát az utóbbi év, mint a 6 év lett volna. Tehát, hogy azért mondom, hogy Ábrámos tisztában mondjuk, hogy 3 év ezelőtt történt, hát az nekem nagyon régen van. Mert annyira pörög az életem. Igen, teljesen más volt az életem még, meg hát más volt minden kerekperec, hanyat homlok. Mikorra tudnánk visszamenni ebben? Mert mondtad, hogy nagyon-nagyon régen, hogy mikor kezdtette el ezt az egészet, vagy mikor kezdtél el egyáltalán foglalkozni a zenével? Zenei családból jössz, vagy egyáltalán csak egy isteni szikra volt ez számodra? Hát az, amelyik ősömet ismerem, és tudom meg családfát, hát ott nem volt senki se zenész. Van egy érdekes jelenség, amit egyszer mondott a nagyanyám, hogy Bartók. És lehet az ők nagyapám az Bartók Béla volt, de ezt a fene mondja meg szerintem, innen most láthatatlanban meg 200 évre visszamenőleg körülbelül. Van egy ilyen érdekes fact, de amúgy senki nem zenész, és nem is zenélt élete során a családban. Nekem ez így elkezdődött, valamiért éreztem ezt az ilyen tüzet magamban, hogy egy ilyen zenés filmet megnéztem régen még kiskoromban, a Rocksulit, és akkor onnantól kezdve, hogy így hú, tudod, amikor adrenalin megnövelődött bennem, hogy zenekar, színpad, izé, de ez még ilyen 10 éves, amikor csak visszagondolva éreztem azt, hogy a megmagyarázhatatlan indítatást arra, hogy ezt lehet, hogy csinálnom kéne. Most ez felnőtt fejem, már azt mondom, hogy ez tényleg az, ami, mit tudom, a benned levő talán megírt utad, amit járnod kell, és kiskorodban nem tudom fogod föl, csak csináld, mert hogy jaj, szeretném, na, tényleg. Tehát, hogy így kezdődött minden. Suliba zenéltél már, vagy volt ilyen próbálkozás, hogy ki mit tud, vagy valami ilyen kis ünnepség az iskolából felléptetek, vagy általános suliba, vagy gimibe? Volt egy-két ilyen, hát ilyen zenei előadás, ilyen bemutató, jól emlékszem, akkor szájdoboltam még ilyen produkciót. Big Bucks? Aha, Big Bucks, igen, de hát az nagyon poén volt, tehát semmi komoly, sem nem benne gyerekként, kiálltam, hogy ki mit tud, van tényleg ilyesmi szisztéma volt. Én annó vonzott nekem a színészet is, egy-két ilyen színészi darabban játszottam régen. Egy picit szerintem amúgy kötődik ez a pályához, ez a exhibicionizmus, a színpad, az, hogy ugyanúgy a színészethez is szerintem tűz kell, nem lehet lagymatok módon csinálni, a zenéhez is nagyon nagy tűz kell, hogy ott átad, amit át akarsz, és akkor nem tudom, színészet meg az előadás is vonzott, és valahogy a zenére kanyarítottam rá magam végén. Gitárt kezdtem el tanulni, de tehát az vicces, tudsz is gitározni? Hát ez az, hogy igazából már elfelejtettem, tehát hogy ilyen klasszikus zeneiskolába jártam, klasszikus újpengetős hát gyerekként 8-tól 14-es koromig kijártam, szóval nem tudom miért, de hogy így lehet csak tudat alatt ragadtak meg a dolgok onnan, de hogy nem tudok már majdnem semmit visszajátszani a gitárom. Tehát, hogy nem tudom felhasználni ezt a tudást most, max agyból.
Jól informálottam, hogy Marics Petivel, mert nem tudom kihagyni az interjúból, és szerintem nem is akarjuk kihagyni, ugye a Vál már mennyire nagy sikerű, amit csináltok együtt, hogy a Petivel együtt jártatok suliba, ezt jól tudom? Vagy honnan az ismeretség? Egy gimiben jártunk. Uh-huh. Egy gimiben jártunk, és a teniszpályán ismerkedtünk meg, mi mind a ketten teniszeztünk. Versenyszerűen én válogatott voltam, ő egy picit kevésbé komolyan csinálta, de ott voltunk a teniszpályán együtt, nem tudom én, kb. 10 évesen, és valahogy oda keveredtünk, hogy egy gimibe kerülünk. Egy évfolyamban, nem egy osztályban, csak egy gimnáziumban jártunk. És hát az volt talán az alapja, még ott még messze nem volt Valmar, ott még az volt, hogy ilyen poénból tátogtunk meglévő zenékre, van ez a videó fenn a neten, szerintem valaki már látta, már berobbant TikTokon, hogy kicsik vagyunk, és tátogunk egy a partirák zenére, arra... Ja, hát az volt régen egy ilyen divat, még a musical-i előtt, tehát nagyon-nagyon régen, én mit tudom, 15 éve, vagy 12, hogy ez volt még a musical-nek talán a múltja, hogy tátogunk zenére, és fölvesszük, de YouTube-ra, tehát nem egy platform, hanem YouTube-ra feladták ezt az emberek. Ez volt a legelső, és ezt csináltuk. Aztán bejött a musical-i, meg a TikTok, de az még később. Ez volt a Valmar, ott onnan jött a név először is. Tehát 14 évesen ez a tátogjunk, és mi legyen a nevünk, mint tátogó név. Hogy jött? Nem is tudom, hogy jött ez. És onnantól kezdve ti Valmar. Ja. Azt a minden. De és onnantól kezdve még 5 év volt, szerintem az első feldolgozásunkig, vagy coverünkig, amit megcsináltunk a netre. Elképesztő. Tehát onnantól kezdve még 5 év volt. Figyelj, innen folytatjuk a beszélgetést, egyre kíváncsibbá teszel. Ne menjetek sehova, kedves hallgatók, a vendégem még mindig Valkusz Milán a Valmarból. A szünet után jövünk vissza. Mi van ma, ember? 20 perc várakrát, készül ma haja? Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már! Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk! Hey, let's go! Sunshine, ti csökkötyök, got to be on my mind! Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol, de kb. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol, de kb. Majd itt hídon egy rollerrel, gurulunk egy csajjal a koncertemre, lenyomom a bulit és töltek egy újat, s magát a lágyan egy szó sem kell, ilyen ez az élet fent és lent, ittunk egy fröccsöt kezdésnek, a barátod Debreceni, nem baj, nálam most ketten is elfértek. Másten kell, be vagyok baszva, de átestem a hót ponton, yeah. Átvertem magamat, lassan fel kell a nap, de most megyünk, mert tök mindegy. Ezt itt tönts még fel, Malibu kötével, elbaszott döntések, de nem számít, mert végre. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol, de kb. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol, de kb. Ma túltoltam a szerepel, nem számolom el, szanyadig felesem. A viszkit a vodkával keverem, azt hiszed, hogy tréfa pedig a felesem. Magyar én biza, jéget elé van a pia. Fut meg nagyon sima, reggel hatig menjünk, mi van? A hajam belül fel, csak menjek előre, ma még lehet felmászok a tetőre. Jér ránézik a csajra, hogy bevőle, a full kamutú mámnak meg bedőle. Egy zsáb, két zsáb, én belemelegedek, összefolynak a nyári jelenetek, túl sok a csajnév. Belekeveredek, de a Manu már hozza az üvegemet. Ezt itt tönts még fel, Malibu kötével, elbaszott döntések, de nem számít, mert vége. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol, de kb. Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol, de kb. Mindenkinek, ez az Eszti Mese című műsor, a Trimedio Rádiót hallgatjátok, én pedig még mindig Havancsák Eszti vagyok, vendégem pedig még mindig Valkusz Milán, a Valmar nevű együttesből. Ott tartottunk, Milán, a reklámblokk előtt, hogy is ismerkedtetek meg Petivel, Marics Petivel, de, és mondtad, hogy nagyon régóta elterveztétek, ha egyszer lesz valami, illetve hát már volt is, mert hogy tátogtatok különböző zenékre, amiket felraktatok a YouTube-ra is, hogy Valmar lesz az együttesetek neve.
Mikor jött az első igazi olyan nagy áttörés? Mesélj erről egy picit. Hát, hogy képzeljem ezt el? Igen, ez nem egyik pillanatra másikra jött. Uh-huh. Nekem van egy zeneíró múltam, tehát ez a zenei produceri múlt, ami ugye a számítógépben a zeneszerkesztést jelent jelen esetben. Én a gimi alatt elkezdtem elektronikus zenét írni. Tehát egy nulláról, már érdekelt a DJ zenéket kezdtem leírni. Uh-huh. Rákerestem, hogy még régen az Avicii, Afrojack, akik nagyon pörögtek annó, hogy csinálják ezt a zenéket. Érdekelt, hogy kíváncsi voltam, hogy ezt mégis hogy csinálják. Uh-huh. És akkor bejött az FL Studio, mint zenéről program, és onnan néztem ilyen oktató videókat a netről, hogy csinálják. Na most ezt hiszem, ilyen gimi második 15-6 évesen kezdtem nulláról, és én addig fejlesztettem ezt a tudásomat, 4 év telteszem egy zeneírásképpen, amíg később szinten tudtam már nagyon jó zenét írni. A Valmar ebbe csöppent bele. Tehát a Valmar pop az ebbe csöppent bele, hogy nekem ez a zeneíró múltam, ez már úgy kifejlődött, hogy úgy szólnak a zenék, ahogy most szólnak. Tehát ez egy 4 éve konstans jó szólnak a zeném, ami annak köszönhető, hogy 5-6 évig én otthon írtam zenét, így magamban, tudod. Mert aki elkezdi manapság ezt nem lehet. Nem lehet olyan zenét írni, ami nagyon profin jól szól, hangos, tiszta, és úgy szól, ami megfelel a worldwide standardeknek, vagy annak, ami tényleg egyszerűen nem azt mondod, hogy ez koszos, meg nem veszi senki észre, maximum, mit tudom én, a nagy producerek Amerikában, hogyha valami hiba van benne. De hogy mondom, tehát ez sokan csak azt hiszik, hogy hopp, így a Valmari jött a nulláról egyre, de nem. Tehát, hogy én ezzel kezdtem. A DJ karrieremet váltott el úgymond a Valmar, mert nekem jelent meg a zeném a Holland Spinning Recordsnál, egy világ egyik legnagyobb zenekiadója jelent meg ott. Deorro, mint DJ, neki van egy amerikai zenekiadója, ott is jelent meg DJ zeném. Nekem voltak ilyen sikereim. A Volt Fesztivál meghirdetett egy remix versenyt, emlékszem, Sopronban. Majd találkoztam a Velhelóval akkor, amikor 8 éve, semmi nem volt, úgyhogy megnyertem a remix versenyünket a Velhelóban, mint DJ. És tehát voltak ilyen LDMS, az Electronic Dance Music, elektromos tánczenei sikereim, úgymond, a zenéről szempontjából, és egyszer csak jött egy ötlet, hogy hát én rappelnék, érzem az affinitást, meg nem, tehát most eszembe, még ezt sosem mondtam még ki, szerintem, hogy a DJ zenémben sokat használtam a hangomat, mint szintetizátor, vagy mint rap, vagy mint hangszer. Tehát meg tudom csinálni a hangomat úgy, hogy úgy szóljon, hogy nem ismerik föl, és mint egy hangszer szóljon. És ezt használtam bele, és úgy, hogy ezt használtam, rájöttem erre, hogy én még ezt csinálnám. Tehát, hogy még adnék többet magamból, érted, vokálisan, mert nem éreztem azt, hogy így nem tudtam magam úgy kifejezni magam úgy konkrétan, ahogy így szeretném, és akkor na most rappelnék, és akkor néztem ilyen izéket, aki ez így nagyjából hasonlítan a hangszínem, esetleg külföldiekről, hogy coverözzünk le valami zenét, hogy így dolgozzunk fel valami zenét. De kértél valakitől ehhez segítséget? Nem. Vagy beküldted a dalodat, vagy mármint, hogy jött az első löket, siker? Tehát, hogy fölraktad a YouTube, fölraktad a YouTube, igen. Fölraktatok a YouTube-ra egy zenét, és akkor... Hát, még most is vissza lett nézni a legelső feltöltéseket a csatornára, uh-huh. Egy, mit tudom, feldolgozás volt. Hát figyelj, most az nem tudom, mennyi lett, ilyen 150 ezeren többé valad, de hogy így felraktuk, az 10-20-30 ezer lett így idővel. Mert hogy a Petit megkérted, hogy csatlakozzon ehhez a rappes történethez? Nem, hát ő tudtam, hogy ő énekelgált, hogy neki énekhangja volt, inkább én mondtam, hogy leszek akkor rappetét mindig, ha úgy van. Ez manapság is nagyjából így van azért. Néha én is már éneklek, mert fejlődik az ember szerintem, de inkább ilyen rap éneknek mondanám a saját részemet. Ő meg szólóval ének, tehát ő ami nagyon szép szólóének, és itt tudom én erőteljes karakterisztikus szólóének. Szóval, hát ez volt egy coverök voltak, és megkerestek minket már ilyen feltetés után, mert úgy csináltuk, hogy cover, és levideóztok magunkat, hogy úgy eltátogjuk a covert. Tehát, hogy ne csak hanganyag legyen, hanem ugye egy miniklip csináltunk rá. És megkerestek a zenekiadók, hogy srácok, bennetek van potenciál, mert hallják benne, hogy ebbe lehet valami majd, és mondták, hogy csak csinálni kell magyar zenéket és sajátot. És akkor emiatt lett az, itt meg a DJ zenét kezdtem emiatt úgymond leváltani a popra. És először nem is sikerült, hát volt egy pár zene, ami azért nem sikerült, és mi hallatszódik a régi zeneimben az, hogy nagyon LDM-esek, tehát nagyon, nagyon DJ-sek még. Uh-huh. Nem fogyasztható. Igen. Na, soknak dropja van, soknak van elektronikus veretős dropja. Tehát most megnézed a Deactric Rostar zené, nem tudom, mennyire ismer itt valaki, de hogy hát annak a refrén úgymond, ez egy drop.
Ez egy drop, érted? Most már manapság nem csonk ilyet. Meg a, mit tudom, a kis albumunk is teli van droppal, amilyen Chainsmokers-es feeling volt, hogy nekik is volt egy droppjaik. Hogyha ezt akartuk, aztán rájöttünk, hogy hát annyira, hogy ott van, nem komázzák a droppokat, meg ezek az elektronikus cuccokat, és a visszaverem volt a leges-legeső áttörés, amikor rájöttem arra, hogy mi kell ahhoz, hogy befusson valami refrén, verze, refrén, verze, refrén, vagy esetleg egy mini bridge-en még felszválszolni. Tehát le kellett butítani saját magamat, úgymond, zenéleg, vagy máshogy is, tök mindegy, hogy befogadják azt, amit kell, és közben önazonosnak maradni. Na mondjuk ez egy órás, egy vívódás folyamat. Hogy észrevedd azt, hogy mi kell, vajon az, ami kell, azzal te folyamat önazonos tudsz maradni. Ez amúgy órása, hogy kérdője a folyamat. És Manuel hogy jött a képbe? Ő is a barátotok volt, vagy őt felkértétek, megkértétek? Ja, hát ennek is van a sztoria, ezt tudják szám sok helyen, hogy ugye az X-faktor utána Manuel kijött az X-faktorból, akkor kezdtem el úgymond megint ezt a Valmar, meg a pop zenérást, és én írtam szóló zenéket is annó, amiben én énekeltem, és ráküldtem a Manuelre, tök random Instagramon, hogy itt van, ezt csináltam, hallgass meg, és mit tudom én, mondd meg, mit gondolsz. És visszajött, hogy úristen, ez nagyon király zene, Isten vagy, meg hogy az a, fenn is van YouTube-on, ez a Miért játszó című zenénk a Manuellel közös. Szóval így kezdett a barátság, hogy ráküldtem a zenét, hogy itt egy, ami énekeltem, hallgass meg, és azt mondta, hogy a Manuelból, a X-faktorból kijövő Manuel, hogy ez zseni, tehát zseni vagy, úgyhogy még ott tényleg semmi nem volt, tehát senki voltam, és nekem a Manuel ugye egy nagy fenomén volt, és azt mondta, hogy Manuel nekem, hogy te király vagy, meg ez tehetséges vagy, és tök jól esett, és hát ez volt, abból lett egy közös zene, közös barátság, ennyi. Hát visszavérem, onnantól, hogy múlt, közel múlt. És akkor várjál, ezt tegyük még itt tisztába, itt a reklám előtt, már mint az én fejemben, ha nem haragszol érte, hogy a Petinek, ez a Marics Petinek, ez a tehetségkutatós vonala, ez ettől tehát a Valmártól teljesen függetlenül ment? Vagy Na, én nem értem, milyen tehetségkutatós vonal? Hát, a sztár. Ja, ez nem tehetségkutatós. Jó, de, ja, értem. Igen, bocs, igen. Hát hogy volt? Hát igazából tényleg, most őt keresték meg, hogy mint Marics Peti gyere be, de igazából egy tény, hogy azért ugye szóló vokalistákat szeretek megkeresni, mondjuk ezzel nem mondom azt, hogy szerintem nem tudnék helyt állni a Star One Star-ba, biztos, hogy helyt tudnék állni, úgymond egyértelműen nem Celine Dionokat kéne nekem, mit tudom én, adni, hogyha úgy van, de tehát, na, érted, hogy sok mindent én is el tudnék énekelni, és utána ezt tudnék. Jó, szóval tehát de ez csak egy plusz löketet adott a nézettséget. Igen, de viszont ez egy, most ez nem fölösleges firtatni, hogy most mindig megkérdezik, hogy nem zavart, hogy csak őt hívták, vagy hogy miért őt hívták. Ezt nem is akartam megkérdezni. Ez csak, hogy behozzam ezt a témába már, hogy ez... Hozzátartozik. Ezen gondolkodnak passzívan, és sokat esetleg úgy tudod, hogy miért őt hívták, stb. Figyelj, tehát ő a szóló vokalista, ő volt ugye akkor is TikTokon nagy jelenség, hát TikTokon akkor már sztár volt. Tehát megint a tévének amúgy úgymond feketén-fehérjen mi kell mindig, hogy őt is reklámozzák. Uh-huh. És az tényleg a Marics Peti egy jelenség volt már, mert akkor még az úristen ki se jött a sztárba, de ott, hát ott volt visszavérem égett a napot, és voltunk már Valmar. De ott ő a TikTokkal egy nagyon-nagyon plusz is volt, ő már egy fenomén volt Magyarországon, mint Marics Peti. De értem, tehát ez csak egy plusz löketet adott az egésznek. Igen. Na innen folytassuk. Kedves hallgatók, ne menjetek sehova, ez még mindig az Eszti Mese, és vendégem Valkusz Milán. Jövünk vissza a reklám után. Holami szín is megyek már, bombázó ár, bombázó. Holami szín is megyek már, bombázó ár, bombázó. Gámból. Megláttam, mire pompázol. Messziről látni a rakétákat, ő célba venni még a fehér házat. Ahol bárcsak a szívemet bemérné, az válna igazán emléké, hogy ő a testem és az eget is vörösre festené. És talán az életemet is nehezebbé tenné, de legalább végre lenne egy kis szenvedély. Hey, ne repülj annyira, annyira messze még. Azt mondod, tegyek zenét.
lelkedért. Életemmel fizetek, csupán percekért. Mondták hátra kéne lépnem, de fejjel a falnak. Akik tanácsot adnak, már rég késő. A csukja méreg, és most elmentsetek már. Aki is végez, végre lenne egy kis szenvedély. Ez még mindig az Eszti Mese című műsor, én még mindig Eszti vagyok, és vendégem Valkusz Milána a Valmárból. Ott tartottunk, hogy Manuel Marics Peti Valmár, és hogy hogy is jött az első berobbanás. De hogy jött a kapcsolat Szikora Robival, ezt elmeséled? Hát igazából megírtuk ezt az Úristennek a koncepcióját. Igen, mondjuk, állj, várjál, tehát te megírtad az Úristen? Mert hogy én hallottam azt, hogy ezt a Szikora írta. Nem. Igen, ezt nem, szeretném nem, akkor még tisztázni. Nem, igen? Ezt nem a Szikora írta, ez Dandó Zoli, a Szikorának a producere csinálta most a zenei alapot, de az egy ilyen YouTube-os gerinc beat alapján inkább. Tehát ugye csomószor úgy írunk zenét, hogy YouTube-on megkeresünk valami alapot, és akkor arra írunk valamit, és akkor azt még így átirogatjuk. Tehát, hogy kell valami nulláról impulzus, és azért manapság ugye nincs időnk, energiánk sokszor beatet csinálni, és akkor az a legegyszerűbb, hogy berakunk valamit, és akkor jamelünk valamire, tudod, egy alapra. Igen. És ez volt az Úristen is amúgy, és meg volt már refrén, Petinek a verzéje, pikpak. A Peti írta a szöveget? Ja, mindenki magának szokta nagyjából. A refrén köbben közös ötletelés volt. És a rappet gondolom te. Hát azt, igen. A saját verzét azt hiszem totál ő írta, nem emlékszek annyira, de nem szólunk annyira bele, max véleményezünk, meg formálgattunk, de jobb, ha mindenki magának a saját agymenését leírja a saját részével, önazonosan. Szóval megjött az egész ilyen retro, popos flash az egésznek, és akkor tényleg kicsit ilyen izé, hát nem rock and roll, de ez ilyen, mi ez a... Csikidám. Igen, csikidámos szisztéma bejött, és gondolkoztunk, rég akartunk már ilyen legendet ráhúzni egy saját zenére, Charlie-ba gondolkodtunk még, hogy valami, tehát, apá, bocsánat, de hogy ráhívni valami régi zenét, vagy újat feldolgozni, egy régi arccal, valami ilyesmit. És hát most így el is jött a pillanat ezzel a stílusú zenével, és gondolkoztunk, hogy Fenyőmi ki legyen-e, vagy a Szikora Robi. Nagyjából bennünk kettőkben gondolkodtunk, mint Hungária, anno Hungária. És azt hiszem, mind a kettőket meg is kérdeztük, a Fenyőmi ki nem ért rá, szerintem nem volt valami szisztéma, ami miatt nem működött. És a Szikora Robit ilyen menedzserek kommunikációja képpen így elértük, és elküldtük neki a zenét, és ő nem tudott rólunk semmit. És csak a zenét hallotta meg, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, ez úgymond zseni, és akkor rájövök. Tehát, hogy úgymond így egy zene alapján, úgyhogy nem ismert minket, azt mondta, hogy oké, de kellett is találkozni vele egyet egyértelműen, megismeri egymást, de hogy ennyi volt, röviden el lett neki küldve a zene, és mondta, hogy hát ez sláger lehet, és egy jó kis ötlet, csináljuk meg. És az ő részét azt ő írta bele? Azt igen, azt úgy üldögélt rajta egy pár hetet, azt egyszer csak elvisszaküldte, hogy itt a verzés, akkor ennyi volt. Hát gratulálok hozzá, és mibe változott meg egyébként az élet, mióta berobbantatok így? Hát már ennyi idő nincs szerintem, hogy ezt így kifejtsem. Nagyon megváltozott? Abszolút persze, mindenben. Tehát, hogy nem is tudom, hogy konkrétat kérdezek, hogy talán tudok válaszolni, de fogalomként átvitt értelemben átfogóan ezt nem nehéz elmondani. Aha, nehéz kezelni? Nehéz kezelni az ismeretséget? Hát,
nem is azt, inkább sok felhajtást, folyamat, fáradtság, kimerültség, tehát hogy ez a nagy felhajtás, ez sok más tud magába vonzani, amik már, mit tudom én, talán egy ilyen betegség tünetként is lehet őket jegyezni, hogy mondjuk nagyon fáradtak vagyunk, kimerültek vagyunk, és akkor biztos, hogy depressziósak vagyunk, de amúgy nem biztos, mert ott csak túl vagyunk hajtva, érted, nincs energia, stb. Tehát, hogy néha magadban se tudod eldönteni, hogy mi bajod van, és csak belegondolsz, hogy lehet csak tényleg, nagyon nem aludtam jól, keveset aludtam, sok volt a koncert, sok azért, tehát, hogy leginkább tényleg kimerültség és fáradtság, ami jellemző, csak ez egy szinonimája lehet nagyon sok minden másnak is, amit lehet, hogy nem is tudunk róla, érted? Tehát, hogy fáradtak vagyunk, de közben mit tudom, hogy mi bajunk van. Tehát, hogy a fáradtság miatt mi lelki gondok akármi berottyanhat, meg betörténhet. Ennyi, röviden. Nem tudom, most ez értető voltál, de hogy nagyjából igen, tehát leginkább túl van hajtva az ember, főleg nyáron, most ez őrült volt nagyon nyár, és hát, ja, mondjuk, lezárom ezt így nyitott mondatként. Van valami érdekes sztorid, amit szívesen elmesélnél, ilyen rajongós, menekülős, vagy bármilyen, hogy a csajok letámadtak, megtámadtak, menekülnöd kellett, hogy ilyen, mert mindenkinek van egy legalább a tarsójába, volt hát, ilyen valami. Hát, támadós, hát nem ilyen nézsel. Most kíván nem úgy, hogy késsel támadtak, hanem, hogy hát, szerelem hajtott a lánykák. Koncertek után így a kocsit csomóan így körülállják, meg ennek, és így, hát én nem tudunk elmenni az autóval. És mondogatják, hogy ugye a szervezők, meg a biztonságiak, meg az ottaniak, hogy így nagyon rég láttak ilyet. És hoznak fel ilyen példákat, hogy mikor volt ilyen, most mondtak, volt, aki azt mondta, hogy SP-nél volt ilyen még annó, meg mondták azt, hogy Damiennél volt még ilyen annó, hogy meg azt mondják, hogy durvább, mit mondjuk, akármelyik régi sztárnak ez a felhajtás, ami most van nekünk, tehát hogy viszonyítanak minket más emberekhez, mint készülés és felkészülés és biztonsági intézkedések, és ez is azt sugallja, hogy ez nagyon durva, ami most van. Tehát, hogy tényleg kimegyünk a koncert után, és mit tudom, ezzel a kocsi körül. Tehát, hát mekkora egy autó. Tehát, anyám. Így, mit tudom, érted? Nagyon durva. Nagyon durva. Tehát, inkább ezt, amit érzékelek, mert azért megvan a saját rendszer, azért nem nagyon megyünk oda a közelükbe az embereknek, csak koncert, és akkor hazamegyünk úgy van, mert hát nem lehet, vagy hogy lehet, csak hát az káosz. Meg én úgy vagyok vele, hogyha közvetlenül akarok lenni, akkor vagy mindenkivel, vagy senkivel, érted? Uh-huh. És ez, amit azért nehéz megérteni néha, hogy mit tudom, most már fél óra aláírás, fotózás után ott a nagy káoszban, ráncigálásban eljövök, mondom, hogy bocs, már elég volt, és akkor én vagyok a paraszt még nyatott, hogy ott hagyom a többit, akinek nem adtam. Igen, de és na, tehát nehéz kezelni ezeket, igen, igen. Volt olyan, hogy rajongóból lett szerelem? Vagy te ezt abszolút a magánéletet és a munkát elkülöníted? Hát, konkrét ilyen még nem történt, hogy rajongó volt van a szerelem. Bár... Nem. Hát nem tudom. Nem. Konkrét, ilyet hallottam ilyet, de velem még nem volt ilyen. Mik a további terveitek? Mesélnél egy picit. Van még innen feljebb, Milán? Hát... csak feljebb van, szerintem, mert nem jó, hogyha ugye visszafele megy az ember tök minden ilyen szempontból. Most ugye lement ez a káosz nyár, még ősz picit még húzós lesz, szerintem télen tudunk majd egy zenéket írni megint, amit tényleg már olyan szisztéma volt, hogy egyszerűen nem tudunk csinálni semmit. Tehát egy kreatív folyamat az nincs, mert folyamat pihenne az ember, és nem jön meg az ihlet, hogy na most már újra csinálnék valamit, mert helyett mi van azzal, hogy hát csak feküdnék, jó lenne már kicsit, érted? Tehát, hogy nagyon nehéz, hogy így nem jön az ihlet be, meg az indítatás, és bízok benne, hogy most télen majd összecsinálunk valami jó zenét, és majd akkor jövő nyára majd csinálgatunk valamit megint. Mondjam, hogy csak. Nem, csak annyit, hogy hol láthatnak titeket legközelebb a rajongók? Nem tudom. Tehát, nem, esküszöm. Nem tudom. Mindig kérdezik, hogy hol leszünk, és nem tudom, annyi van, hogy nem tudom, és nem vagyok kódex, nem is szeretem bemagolni, hova megyünk, minek. Mindig csak megyünk, és az a szisztéma, hogy a sofőr tudja meg a menedzsment, és csak beülünk, és visznek, és megyünk. És csináljuk, amit kell, alkalmazkodunk mindig. Tehát, hogy annyi van, hogy nem tudom, de ez nem szegénységi bizonyítván szerintem, ez egy jó dolog, csak hülyen hangzik, de tényleg nem tudom. A következő sem tudom, hogy hol lesz. Ez egy nagyon jó dolog, egyébként is kívánok nagyon-nagyon további nagyon sok sikert nektek. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, hogy eljöttél az interjúra. Köszönöm. Kedves hallgatók, ez volt az Eszti Mese című műsor. Jövő héten újabb vendéggel jövök. Én Havancsák Eszti voltam, vendégem pedig Valkusz Milán volt a Valmárból.
Szervusztok, jövő héten találkozunk. Thank you.